Sziasztok, Juniker vagyok, ez pedig a Hiányzik a Hip-Hop, ezért beszélek róla. Hát ezen a héten rengeteg és még több előadótól jelentek meg nagyon-nagyon komoly kis cuccok, úgyhogy nem is tartanék felsorolást, vágjunk is bele, ne szarakodjunk, nincs időnk erre, nézzük meg, hogy miről is van szó. Lázadj fel, lázadj fel, ha nem tetszik a mese, hoppa, lázadj fel. Első körben megjelent az AK-26-tól a Ha beborul az ég című videó klippecske. Már az első pillanatnál, ahol látszottak a srácok lábai és elindultak, már ott ebből a kis jelenetből, kis snitből bevillant nekem, hogy ez emlékeztet engem egy régebbi videóklipjükre. És nem tévedtem, ugyanis a Bátor Szív volt az, amiben hasonló jelenetek játszottak le, sőt, mondhatni, hogy a klip koreográfiája arra épült fel. Még 10 lemez után sem mondtam magamra, hogy király, eljött a proféta, a tárom újra töltve meg, mászva a ranglétra. Ez egy kicsit olyan multidőző feelinget hozott elő, és úgy vettem észre, hogy a hallgatóknak, az érdeklődőknek ez rendkívül szimpatikus volt. Sokan kiáltották, hogy ez az, visszatért a régi AK-26. De mire nagy arc egy év után, old school vagyok, mint a kalascsik a propán bután, túl a Dunán. Egyébként bevallom őszintén, ez egy nagyon-nagyon nehéz vonal, ugyanis nagyon sokszor halljuk azt előadókra, hogy ez meg az eladta magát, mert hogy már nem olyat csinál, mint régen. És erre van egy nagyon-nagyon jó gondolat, és ezt mindenki döntse, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem igaz. A lényege az, hogy egy előadó, hogyha folyamatosan éveken keresztül ugyanazt csinálja, mit kap? Azt kap, hogy nem tud megújulni, nem tud változni, nem tud fejlődni. Viszont, hogyha újít, belevág új dolgokba, akkor meg azt hallgatják, hogy eladta magát. Most akkor a kérdés, hogy melyik variáció a jó? Ha mindig ugyanaz az egysíkúság, vagy hogyha kísérletezik ezzel, azzal is próbál egy kicsit más szint is belevinni a zenei világába. Ez a eladtam magam téma, ez egy elég komplikált, erre majd egy külön videóba szeretnék visszatérni. Minden esetre a srácok most csináltak egy elég alapos multidézést, ez nagyon komoly kis zenécske lett, én úgy gondolom, ez számomra is beadta azt a régi feelinget, úgyhogy nekem ez tetszett, ahogy láttam sokaknak másoknak is. De ne ragadjunk itt le, mert mint említettem, sokan vannak még, akik megjelentettek cuccokat, úgyhogy lépjünk is tovább a következő előadónkra. Aki nem más, mint Tirpa. Ki vagyok, kár is volt, fel kell nem. Tegnap a lémet mind elvertem. Algupirinke még egy darabhoz, egy bárban a pultot tértem magamhoz. Mi a fasztot csináltam ezt? Tirpa ebben a zenében kicsit számomra a Másnaposak című filmet eleveníti meg, amikor egy jól átbulizott éjszaka után másnap teszi össze a kis puzzle elemeket, hogy mi is történhetett, miért fáj itt, miért vérzik ott, vannak is emlékfoszlányok, mi történhetett. Kibaszott velem a geci láda szesz, tiszta rúzsa makkom, meg az ingem, jó, hogy itt ébredtem, nem a sitte. Jön a nyomozás! Hát úgy tűnik, hogy Tirpa egyik szombat vagy péntek estéjének a kibulizott részébe csöppenhettünk bele, emlékezhettünk vissza, élhettük át, hogy ő miket élt át azokon a bulikon, és hogy mivel ógatta bele az ormányát, ami esetleg másoknak nem tetszett annyira. Egy tükröt találok, a szemem alatt monoklit látok, a stricik lehettek, vagy drogos zsiványok, a lényeg, hogy elbasztam, biztos a gázsiát elkaptam. Tirpa ebben az évben számomra legalábbis hasít. Nagyon-nagyon komoly dalokat hozott ki, ez a legutóbbi 3-4 dala, ez nagyon-nagyon keményen odaütött, ez látszik a nézettségeken, látszik a reakciókon, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a 2020-as év, ez most elég erősen és elég bombasztikusan róla szól, mert tényleg számomra ebben az évben nagyon keményen berobbant Tirpa. Jellemző minden szart utolok, már sejtem, hogy mik ezek a rúzsnyomok. Gyertek, basszátok meg, hányan vagytok? Kíváncsi leszek, hogy mit fog hozni 2021-ben, majd ezt meglátjuk. Mi pedig lépjünk is tovább a következő előadónkra, mert elhoztam nektek fixen a magyar Ice Cube-ot. Gyere is nézd meg, hogy mivé vált ez az ember. Minden szavó erő, egy mondatta elsodor ezt tenger. Egy napra tedd fel mindent, amit még érzett. Mindig tovább lépett és nem félt a vérzet. Fix a Repterep oldalán keresett meg minket, hogy ugyan nézzük már meg és alkossunk egy véleményt az Ez Tenger című kis muzsikájáról. El kell mondanom, iszonyatosan beadta. Nagyon ügyes a srác, én úgy gondolom, főleg kezdőhöz képest.
annyi műhelytitkot elárult, hogy minden házilag készült, tehát semmiféle profi stúdió vagy egyéb dolog nem állt rendelkezésére. Ennek tükrében én úgy gondolom, hogy nagyon keményen összerakta ezt a cuccot, igazán felkeltette bennem azt a régi, igazi underground ízt, ami tényleg egy hallgatható és élvezhető. Csukott szemmel élem meg a nem létező valóságot. Ha álmodok, jól vagyok. A létem szakot váltott, éjszaka ébren gondolkodom. Néha könnyezek, meg vagyok győződve, hogy amit érdemlek, az több lehet. Illetőlegesen még annyit megtudtunk róla, hogy a barátai nevezik a magyar Ice-nak, mert hogy szerintük, véleményük szerint hasonlít Ice Cube-ra. Ugyebár ez kikerült, ez a cikkünk több csoportba, és ott egyöntetűen a kommentelők sokan megjegyezték, hogy hé, te hasonlítasz Ice Cube-ra! És akkor ott magyarázkodott, hogy már ezért nem merek sehova elmenni, mert a haverjaim mindig ezzel cinkelnek, hogy itt a magyar Ice Cube. Lényegtelen, hogy hogy nézel ki, kire hasonlítasz, a lényeg az, hogy szerintem nagyon patent lett ez a zenécskét, így tovább, ne add föl, várom a következő cuccokat, én is, meg a repterep is, úgyhogy küld el majd nekünk mindenképpen. Úgy gondoltam, hogy helye van ennek a zenének itt, a többiek között, remélem nektek is tetszett, leírásban megtaláljátok, iratkozzatok fel a csatornájára, én úgy gondolom, hogy ebben a srácban még nagyon-nagyon sok perspektíva és remény van, számomra visszahozta az igazi régi undergroundos ízeket, és ennek külön nagyon örültem. Úgyhogy hajrá, veres tovább, Ice, gyerünk! Gyere és nézd meg, hogy mivé vált ez az ember, minden szava erő, egy mondata elsodor ez tenger. Egy lapra tedd fel mindent, amit még érzed, nem félt a vérzett, és mindig tovább lépett. Mi pedig lépünk is tovább, Paradox, csak papír, feat, beat-tel. Nincsen pénz, nincsen gond, ha szegény vagy, lát az úr. Egy kis pénz sokat ront, egyből ez ki hátba szúr. Minden stex, csak papír, vigyázz, könnyen lángra gyúr. A sok tesó úgy fut el, mint egy gyáva nyúl. Az első képkockákban nekem feltűnt valaki, aki nem más, mint Winter. Na gondoltam, ha ő benne van, akkor az már rossz nem lehet, és nem is lett rossz zenécske. Nincsen pénz, nincsen gond, ha szegény vagy, lát az úr. Egy kis pénz sokat ront, egyből ez ki hátba szúr. Minden stex, csak papír, vigyázz, könnyen lángra gyúr. A sok tesó úgy fut el. Meg kell, hogy mondjam nektek, én nagyon szeretem Paradoxnak a munkásságát, mert olyan okos és elképesztően intelligens szövegeket tud elénk pakolni, hogy az valami ritkaság, sajnos manapság a magyar rap világában. Ezt a dalt már megint nagyon-nagyon eltalálták, és aki vevő a komoly gondolatokra, az úgy gondolom soronként hallgassa meg ezt a zenét, mert nagyon-nagyon komoly és mély gondolatok vannak benne. Ha víznek az értékét, akkor tanulod meg, hogyha már kiszáradt a kút. Hiába tanult az ember, ha lent marad, megvadul, kifárad, riszál a tanul. Paradox nekem még megjelenés előtt, vagy talán pont megjelenéskor külön dobta át, hogyha gondolom, akkor hallgassa meg. Először annyira nem pörögtem rá a témára, viszont utána, amikor egy kicsit jobban belemélyültem, akkor jöttem rá, hogy baszki, ez nagyon komoly zene lett. A zenei alap szerintem csillagos ötös, a téma szintúgy, illetőlegesen mind megint Paradoxra jellemzően a tervezés, szervezés, a részletek kivitelezése, a fantázia klipbe már megint tényleg zseniális lett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha valaki, akkor Paradoxnak van arra nagyon-nagyon nagy esélye, ha ezt így folytatja, hogy elég magasra jusson el oda, ahova talán minden kezdő repelőadó szeretne eljutni, és én ezt kívánom is neki. Maradok alul, a szükség nagy úr, feleslegesen nem köpök a pénzre, ma már több ezer emberre bólog a tanú, meg ezer lenézen. Nagyon-nagyon ügyes lett tényleg, mind a két srác nagyon oda csapta, úgyhogy nálam ez tuti biztos pörgős zene lesz. Remélem nálatok is, lessétek meg, leírásban megtaláljátok a linkeket, és keressétek meg benne a legértékesebb mondatokat. Kavicsot ér az a nő, aki drága kővel megszerezhető, az életedre tör, ha bő a zseb, ő szerelem, és a neved már el nem felejthető. Mi pedig tovább lépünk Márki papára, akinek megjelent a Végtelen című nótája. Egyedül az úton a végtelenben, megint csalódnom kell. Az igazság az, és ezt talán nem is titok, hogy én a Márkival nagyon-nagyon, én legalábbis úgy gondolom, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk. Sokat szoktunk kommunikálni üzenetben, illetőlegesen telefonhívásban is. És én nagyon-nagyon jól tudom, hogy számára ez a 2020-as év, ez egy borzasztóan kemény és borzasztóan nehéz év volt, és nem a vírus helyzet miatt. Meg én itt ülök a klaviatúra fölött, ez az egyetlen dolog az életemben, ami öröm. Eltett 20 év, és még mindig bírom, és csak írom.
az életem a papíron. Ugye már ez a nótában is elhangzik, hogy olyan kemény mélyütéseket kapott, elvesztette szeretett édesapját, illetőlegesen hát véget ért egy olyan szerelmi kapcsolata, amiről azt gondolta, hogy ez talán az igazi lehet, és talán az élete végéig elkísérheti. 2020, apukám a mennybe költözött a lány, akit igaz szerelemnek hittem elköszönt. És ez két olyan mély ütés, ami külön-külön is már pusztító tud lenni. Hát szegénynek ez rövid időn belül kétszer is becsúszott így gyomorszájra. Úgyhogy ez egy igazából véve egy nagyon-nagyon mély zene lett, és ha az ember már átélt hasonlóakat, akkor át tudja érezni, hogy ez mennyire fájdalmas dolog. Most legyél harcos, majd átértékezd mindent. Pénz, rep és csillogás, de szétszakadok így bent. És könnyen mondjátok gyerekek, fel a fejjel és előre, de a két dologból egy is bármilyen embert megtörne. Mint említettem, én ezekről tudtam, tehát Márki megtisztelt a bizalmával, és ezeket elmondta nekem, és arról is tudtam, hogy ez a zene el fog készülni. Én vártam, én kíváncsi voltam erre a zenére. Na, nem azért, mert hogy én ezen élvezkedek, hogy neki mennyire fájt, csak érdekelt az, hogy ő hogy fogja megfogalmazni a gondolatait. Kezdtem ez ülleni, drogozni, meg piázni. Sokkal könnyebb lett volna párkány szélére kibászni. Nem fogok hibázni, és nem hiszek már a szavaknak. Csak a tetteknek, mert azok tények maradnak. Én úgy gondolom, hogy sikerült ezeket úgy átadnia. És még azt el kell mondanom nektek, hogy egyébként én nagyon bírom a Márkit, én nagyon szeretem, és imádok vele trollkodni, tehát én nagyon-nagyon szeretek vele trollkodni. Itt ebben a zenében is nem a zene tartalmán vagy szövegén, hanem bizonyos klip részletekről úgy be tudnék neki trollkodni, de nem teszem, mert tiszteletbe tartom, hogy ez a zene lényegében számára a fájdalomról szól, és ez az ő fájdalma, úgyhogy abszolút, de nem. Egyébként tényleg nagyon-nagyon szeretek a Márkival bohóckodni. De most itt a trollkodás elmarad. Na jó, azért kicsit azért úgy odaszúrnék, de nem lehet, mert nem lehet. Na jó, csak egy kicsit. Nem fogok trollkodni. Úgyhogy ez egy igazán komoly és őszinte rap lett, én úgy gondolom. Sok ilyet szeretnék még hallani, nem csak tőle, másoktól is, de nem olyan áron, hogy ilyen fájdalmakat kell átélniük. Úgyhogy én innen is szeretném megköszönni Márkinak, hogy megosztotta velünk ezeket a privát, mély gondolatokat, és bízom benne, hogy ezek a sorok sokaknak, vagy legalább egy pár embernek tanító jelleggel lesznek, és jobban értékelik azokat a dolgokat, amik az életükbe megadattak, és vigyáznak rá. Úgyhogy ennyi lett volna most ez a kis repkritikai videó, ha tetszett, ha nem, akkor is hagyj itt nekem egy lájkot, hogy tudjam, hogy itt voltál. Kommentbe írd meg a véleményedet, leírásból megtaláljátok a zenéket, hallgassátok meg, iratkozzatok fel az előadókra, valamint lessétek meg a www.repterep.hu weboldalát, és küldjétek be a zenéiteket, hát ha készül rólatok, vagy íródik rólatok egy kis repkritika, illetve egy írásos interjú, vagy ki tudja még, hogy mi történhet. Juniker voltam, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, puszi pacsi pá mindenkinek, és szeressétek a repet. Sziasztok!